Sziasztok, Zsolt vagyok. A múltkor kipróbáltuk ugye a Soft 99-nek az üveg mély tisztítóját, vagy hát polírozóját, úgymond. Valamint megint csak a Soft 99-nek a Glaco nevezetű vízlepergető rétegét. És ugye említettem, hogy majd amikor olyan lesz az idő, hogy meg tudom nyitni a kerti csapot is rendesen, akkor bemutatom a másik használati módját is. A múltkor ugye úgy tisztítottam le, hogy üvegtisztítóval lemostam az ablakot, vagy hát a szélvédőt, az ablakot. Tehát üvegtisztítóval lemostam a szélvédőt, és akkor rongyal áttörölgettem. Most úgy fogjuk majd kipróbálni, ahogy ez meg van írva a nagykönyvben, hogy folyóvíznél leöblögetem. De előtte még megmutatom, hogy most milyen is a vízlepergető hatása. Ugye a bal oldalon még mindig van valamennyi az előző ilyen különböző teszteknél és víznélküli mosásoknál felvitt viaszokból és egyéb védőrétegekből, polimer alapú védőrétegekből. Középen még mindig nincsen rajta semmi, és a jobb oldalán, már nekünk most a jobb oldalán, mert amúgy pont fordítva, ugye? Pedig a Soft 99, valamint majd a videó végén elmondom a tapasztalatokat, mivel már körülbelül egy olyan jó 3 hete fent van, úgyhogy meglátjuk, kezdjük is.
Na hát akkor, amíg várjuk, hogy szárad, addig elmondok egy pár dolgot, amit eddig tapasztaltam ezzel kapcsolatban, a Soft 99-nek a glakó vízlepergetőjével kapcsolatban. Hol kezdjem? Jó, tehát igazából ugye, ahogy látjátok, a vízlepergető hatását, az nekem nagyon tetszik, nagyon jó. A víz szépen lepereg, nem áll meg a szélvédőm. Az egyetlen negatívum, amit eddig találtam benne, az, hogy amikor szépen süt a nap, akkor bizonyos szögben, amikor rámegy a szélvédőre a napsugár, és te is pont úgy nézel előre, vagy ahova néznél vezetés közben, akkor lehet látni ezt a, hát ami a viaszoknál is ilyen tipikus, hogy egy ilyen halvány réteg van a szélvédőn. Ez így kifejezetten látványos volt, ugye, hogy középen volt egy csík, ami teljesen szűz volt. Igazából nem zavaró, de volt már olyan fényviszony az egyik nap, valamelyik reggel, nagyon úgy sütött pont a nap, hogy még a napszemünk is kevés volt hozzá, és akkor elég látványos volt ez a halvány filmréteg rajta, de egyáltalán nem volt vészes. Meg hát azért is látszott annyira, mondom, mert ugye középen ott volt az a sima, nem kezelt csík, és ezért így nagyon elütött. Amúgy teljesen vállalható. A vízlepergető hatása nagyon jó. Amikor esett az eső, akkor ugye a középső csík, azon ott volt egybefüggően a víz. Nehéz volt rajta kilátni, minden elmosódott volt, míg a kezelt része az nem volt ugye úgy elkenődve. Kíváncsi vagyok, hogy mennyit szed le a felrakott glakóból most ez a mély tisztító. Meglátjuk ugye majd a jobb oldalon. Amennyire én látom, mindent lehozott a glakóból, úgyhogy tényleg elég erős kis üvegtisztító ez. Persze értelemszerűen ezt nem minden egyes üvegtisztításnál kell használni, csak valamilyen védőréteg felvitelekor. Bár gondolom senki nem állít meg benneteket abból, hogy minden üvegtisztításnál használjátok, csak szerintem annak úgy nem sok értelme lenne.
Így, hogy nincs rajta ugye jelen pillanatban semmilyen felületvédelem, így ezért még a jó kis netszívó mikroszálas kendő is tocsog a víztől, annyi víz megállt ugye a szélvédőn. Na most, hogy meg is száradt, akkor tegyük fel a glakót az egész üvegre. Amíg szárad, ismét egy kis apró betűs, ugye YouTube szabályok szerint meg kell említeni, hogy a Soft 99-nek a két termékét, az üvegtisztítót és a glakót is a www.polirtech.hu-tól kaptam ingyenesen, viszont ez nem egy fizetett hirdetés, tehát az én véleményemet halljátok. Nem kapok semmilyen ellenszolgáltatást, hogy csupa jót mondjak valamiről, úgyhogy ennyi, ha az apró betűsnek gyorsan eleget is tettünk. Eljött az ideje, hogy a megszáradt glakót letöröljem, úgyhogy irány a murány. Jó, hát letörölgettem róla, úgyhogy lássuk, eljött az igazság pillanata. Mindjárt jól meglocsolom mindenféleképpen, vagy módon vízzel, és akkor látjuk, hogy mennyire pergeti le. Thank you.
teljesen rendben van, tehát gyönyörűen lepergeti a vizet. Nincs is erről többet mit mondani. Részleteket elmondtam az előző videóban. Ez most csak egy update volt, nem Norbi update. Csak hogy nekem is legyen egy Norbis videóm, ahol szerepel a Norbi szó legalább egyszer. Úgyhogy, hát, fiúk, lányok, itt az eredmény, ahogy láthatjátok. Úgyhogy igazából ennyi is. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ha tetszett a videó, küldjetek egy lájkot rá, iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok a kis csengettyűt, és persze, ha megosztjátok másokkal, az sem hátrány, főleg nekem. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen az időtöket, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!